össze kell szednem magam, mert nem tudom. Nagyon nehezen indul ez az új év. Kezi csókolomban gazdag, boldog új évet kívánok mindenkinek az arcára. Elteltek az ünnepek, túléltük, úgyhogy ideje egy kicsit beszélni is róla. Amiért fontos az autizmussal kapcsolatban ö, szót ejteni az ünnepekről, legyen az akár karácsony, szilveszter, vagy születésnap, névnap, az az, hogy autistaként máshogy éljük meg, sokkal erőteljesebben, fokozottabban éljük meg az, ünnepek, az ünnepeket, illetve az ünnepekkel kapcsolatos ingereket. És... Is, mert, mert autista vagy most. És itt nem csak a minket ért Erőteljes, zavaró ingerekről van szó, hanem sokszor arról, hogy egyszerűen nem értjük meg, hogy mi folyik körülöttünk, mi történik, illetve hogy miért történnek dolgok, vagy hogy miért kell, hogy történjenek ezek. Mondok erre egy példát. Számomra a karácsonyjal kapcsolatban mindig problémát jelentett az a kérdés, hogy mit keres egy fa a szobában. Az igazi nehézséget természetesen az jelentette, hogy az ünnepekkel kapcsolatos rituálékat nem értettem meg. És azt, hogy ezeket miért kell csinálni, vagy hogy hogyan kellene csinálni. Gondot jelentett az, hogy karácsonykor nagyon sok ember vett körül, sok helyre kellett menni, ott el kellett tölteni egy bizonyos időt, illetve bizonyos foglalatosságokat kellett űzni, amelyek nem feltétlenül voltak ínyemre. Az egyik ilyen például az étkezés, vagyis az, hogy ahova mentünk, először mamámhoz, utána a aztán haza, a következő napokban pedig én kilátogattam édesapámhoz, az ő szüleihez, illetve az én nagy voltak még ott, és minden egyes ilyen helyen enni kellett ráadásul két fogást, az első fogás az értemszerűen a leves, amit én nem szerettem, és megint csak nem értem, hogy miért nem lehet mondjuk víz nélkül adni, és akkor azt mondom, hogy főzelék, vagy mondjuk csak a levét adni, és akkor azt mondom, hogy megiszom pohárban. Majd pedig ugye étkezés után jön az ajándékok átvétele, kicsomagolása, ami nekem ugyancsak probléma, én ugyanis nem szeretem a meglepetéseket. Igazából azért nem, mert soha nem Tudom, hogy milyen arcot kell vágni, és félek, hogy esetleg nem vágok eléggé meglepett, örömteli arcot. És ebből már volt megsértődés gyermekkoromban. Ezért ezt a kellemetlen, kényes szituációt próbálom elkerülni, amikor csak lehet. Én ezért nem tartom például a születésnapomat, de ez most egy másik történet. Hasonló probléma, hogy nincsenek előre látható apró menetrendek, tehát nagyon sok az üle, üres járat, nem tudom, mikor van időm valamit megnézni, leülni a tévé elé, végig tudok nézni mondjuk egy műsort, vagy levenni a poltról egy könyvet, és elkezdeni olvasni, nem tudom meddig tudom azt olvasni, elkezdődik egy beszélgetés, és véget ér, most akkor menjünk át ide, most akkor menjünk át oda, mikor kell indulni, mikor megyünk tovább, még mindig nem ért véget a nap. Azt gondolom, hogy azok, akik hozzám hasonló autizmussal rendelkeznek, és itt most elkezdtek a patkányok veszekedni, ez nem fontos, róluk majd máskor beszélek, azok megértik ezeket az apró dolgokat. Azok pedig, akik ö, ismernek autistákat a családban, azok ö, azt hiszem ennek a végeredményét, vagy az emiatt történő apró zördüléseket ismerik. Én azonban szeretnék most egy kicsit arról is beszélni, hogy hogyan lehet megoldani ezt. Nem biztos, hogy mindenkinél működni fog, tehát egyáltalán nem egy tökéletesen működő mestertervel akarok most elétek állni, egyszerűen csak azt szeretném megmutatni, hogy én a magam kicsi gógyiából és a szülői segítséggel hogyan éltem át és hogyan éltem túl az ünnepeket. Az egyik ilyesmi, és ez most merem így mondani, hogy nagy szerencsém volt, hogy én egy kis családból származom, tehát én édesanyámmal éltem, és mi mindig megbeszéltük, hogy otthon ünneplünk, tehát hogy elmegyünk a rokonokhoz, ott töltünk egy nagyon kevés időt, és megyünk tovább. Ez már nekem egy nagy könnyedség volt, hogy sehol nem kellett úgymond, most furcsán hangzik, sehol nem kellett berendezkednem az ünnepekre, egyszerűen tényleg csak átvonultunk a rokonságon. Fontos volt, hogy mielőtt elindulunk, ettem. Ez azért fontos, mert amikor megérkeztem, én bátran mondhattam azt, hogy köszönöm, én már jól laktam, nem kérek. Így az első fogáshoz, ami a leves, már hozzá sem kellett kezdenem. Ami a második, hogyha íz lett, akkor természetesen leülök egy kicsit, hogyha nem, akkor nem. A süteményből persze én vettem. De alapvetően nem kellett odaülnöm a többiek közé. Én maradtam a szobában, ott olvastam, vagy pihentem, erről majd mindjárt beszélek. Az étkezésnél sokszor ugyanis az volt a probléma, hogy nem tudtam, mennyit kell szedni. Nem mertem keveset szedni, mert rám szólnak, hogy nem szedek eleget, vékony maradok, egy csomó dolog, ami már eleve frusztrál engem, még utalnak is rá, hogy miért nem szedek többet. Ha viszont többet szedek, akkor nem merek hagyni, és ez problémát jelent, mert onnantól kezdve már görcsölök, és így eszem. Amíg mások étkeztek, vagy amikor csak lehetett, én kerestem egy helyet, egy inges szegény helyet, ahol le tudok dölni, pihenni. Vagy olvasok, vagy a tévé előtt ülök, vagy a számítógép előtt ülök. Én elfoglalom magam, legtöbbször alszom. Megkönnyítette számomra azt, hogy amikor nem kell figyelnem, akkor én ki tudtam kapcsolni. Amikor úgymond nincsen szerepem, akkor én le tudtam pihenni. Az ajándékozásnál sokat segített nekem az, hogy egy bejáratott rendszer szerint én előre leadtam a drótot, hogy mit szeretnék kapni. Ez azért is volt jó, mert például amikor az első gitáromat megkaptam most, vagy születésnapomra, vagy karácsonyra, ezt nem tudom, akkor az egy elég drága beruházás volt, és ezt úgy oldottuk meg a családban, hogy mindenkitől kis borítékot kaptam benne egy pénzösszeggel. Én ezt leadtam édesanyámnak, aki kipótolta ezt, és így kaptam meg életem első komolyabb gitárját. Karácsonykor ezzel együtt járt az, hogy én nagy ajándékot emiatt a rokonoknál nem kaptam. Tehát vagy otthon édesanyámmal, vagy pedig az elkövetkezendő napokban kaptam meg az ajándékomat, de számomra ez is egy nagy segítség volt. Tudni azt, hogy amikor elmegyünk rokonokhoz, akkor arról szól ez a látogatás, hogy mi elvisszük az ajándékokat, beszélgetünk egy kicsit, és utána jövünk haza ünnepelni. A szilveszter egyébként ilyen szempontból egyszerűbb, ugyanis szilveszterkor én édesanyámmal otthon hallgattam a rádiókabarét, vagy néztük a tévét, közben kártyáztunk, vagy éppen a számítógép előtt játszottunk valami kétszemélyes kis lövöldözős játékkal, és ettünk csokoládét, és ittunk kölyökpesgőt. Ennyi, soha nem vágytam különösebben többre, én ezzel mindig meg voltam elégedve. Kíváncsi vagyok, hogy nektek van-e valamilyen stratégiátok, akár szülőként, akár érintett autistaként, amivel esetleg, hogyha megosztjátok ezt velünk, megkönnyíthetitek a mi életünket, a mi közös ünneplésünket, hiszen alapvetően nem arról van szó, hogy az ünnepeket nem szeretjük, előfordulhat az, hogy nem látjuk értelmét, ez mindenkinek az egyéni hozzáállása. Inkább arról van szó, hogy az ünnepekkel járó nehézségeket úgy, ahogy ahogy az autizmussal nem rendelkezők is egy kicsit nehezebben tolerálják akár a készülődést, és ez sokszor problémát jelent, vagy fáradtságot jelent, és az ünnepeket külön ki kell pihenni, és mindjárt befejezem ezt a mondatot. Úgy nekünk, autistáknak is ez problémát jelent, sajnos azonban számunkra ez sokkal drasztikusabban jelenik meg, és sokkal problémásabban jön elő. Hogyha van valamilyen stratégiátok, tehát azt szívesen fogadjuk akár a Facebook oldalunkon, akár itt a YouTube-on, a videó alatt megosztásként. Örülök, hogy együtt kezdhetjük az új évet, és reméljük, hogy ebben az évben is nagyon sok. Hasonló videóval tudunk még titeket megörvendeztetni, úgyhogy én intek nektek egy pápát.